étkedés konferencia már imáron a harmadik adását, hogy stílszerűek legyünk, éli meg. És ezt a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola rendezi meg minden évben, ilyenkor a Magyar Tudomány ünnepének keretében. Ez novemberi ünnepségsorozat, amit a Tudományos Akadémia rendez, és mindig érdemesnek tartják a rendezvényünket arra, hogy bevegyék a hivatalos programjukba. Az igazi létkérdések a témáink mindig. Létkérdés abban az értelemben, hogy mindig, minden körülmények között, minden embert foglalkoztató kérdések. Idén a harmadik létkérdés konferencián az emberi kapcsolatokat vettük górcső alá, és itt ismét ugyanazt a metódust követjük, amit eddig, hogy összehívjuk a tudomány, jelen esetben a pszichológia és a pszichiátria képviselőit, és egy asztalhoz ültetjük a vallások képviselőivel, hiszen igazi létkérdés az emberi kapcsolatuk is, és mindegyiküknek van mondani valója erről. Mert a mi gondolataink szerint, vagy a mi, hogy mondjam, hitvallásunk szerint, az ősi védikus irodalomban nincsen ellentmondás tudomány és vallás között, hiszen Isten minden szempontból átfogó tudást adott számunkra, és ezt a védákban ő le is írta. Tehát nincs olyan, hogy valaki, egy teológus nem szólhat hozzá a tudományos kérdésekhez, sőt az sincs, hogy egy tudós nem szólhat hozzá a teológiai kérdésekhez, mert a kérdések ugyanazok, csak a válaszok nézőpontja, a megközelítési módja más. Tehát a közös alap a kérdések, és erre mindenki tud a maga nézőpontjából válaszolni. Keresztény hagyomány az emberi kapcsolatokról szól, és bizonyos értelemben talán játszva egy kicsit a szavakkal ezt is mondhatnánk, hogy az emberi kapcsolatok művészetére, igazi lényegére igyekszik tanítani. Elsősorban azon keresztül, ahogy Jézus maga beszélt az emberi kapcsolatokról, ahogy utat mutatott arra nézve, hogy éljünk egymással, és hogy maga is élt. Jézus ezt elsősorban példákon keresztül mutatta meg, ezek között talán a legismertebb a tékozó fiú példázata, ahol az apa a fiát hazaváró édesapa Istent jelképezi, és ahogy feltétel nélkül visszafogadja, amikor végül a hosszú útról a fiú megérkezik, és ahogy örül annak, hogy megérkezett, és egy rossz szót nem szól felróván azt, hogy mi mindent tett a távoli úton, ez például egy aspektus annak, hogy Isten szeret. Ha abból indulunk ki, hogy igyekezzük úgy szeretni egymást, hogy Isten szeret bennünket, akkor ebben benne van a nem személyválogató odafigyelés, odaadás, a másik javának a keresése. Nagyon érzékeny módon figyelhetünk arra, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van, és ezt a szükséget próbáljuk betölteni. Benne van az, hogy a szeretet ne legyen üzleti kapcsolattá, ugye ez is nagyon fontos, Jézus számtalan módon beszél erről, hogy ne várjunk viszonzást azért, amit teszünk, ahogy Isten maga sem vár viszonzást, hiszen saját magát adja akkor, amikor szeret. És sohasem volt könnyű, Jézus korában ugyanúgy nem volt könnyű, mint ahogy most, de minden tapasztalat arra mutat, hogy a teljes emberi életet ezek a lehetőségek és ez az életút, már ez a gyakorlat alapozza meg. Igaziból veszít, aki ezzel meg sem próbálkozik, és csonka életet él, vagy kicsit talán filozófikusabb kifejezéssel élve, ember alatti szubhumán életet él, és ezek a nagy lehetőségek, az Istentől tanulható szeretet lépései, amelyek az emberi életet igazán értelmessé és tartalmassá teszik. Mi a keresztény tradícióban és a tapasztalatban is a legmagasabb rendű az ellenség szeretete, ahol kifejezett rossz indulattal, gonoszsággal, aktív ellenállással szemben igyekszik az ember Jézus Krisztus példáját követve szeretetet tanúsítani. A bűn tényszerű valóság, az ellenségeskedés, a rossz indulat, a gonoszság tényszerű valóság, és ennek nem lenne egy ellensúlya éppen abban, amit Istentől kapunk, akkor széthullana és szétforgásolódna a világ. Viszont amit az ember a legnagyobb ajándékként átélhet, ha volt valóban megszorongatott helyzetben, amikor igazi ellenséggel találkozott, sarokba szorították, megalázták, és ezen képes felülemelkedni, akkor átérzi azt, hogy a világ sokkal több, mint amit ezekből a szánalmas viszonyatokból levezethetünk. És hát ezek a legfelemerőbb és legfontosabb tapasztalatok. Védikus szentírások szerint az ember egyéni élete, illetve emberi kapcsolatai azt a célt szolgálják, hogy megismerje egyrészt önmagát, mint egy transzcendentális, a testétől, anyagi testétől különböző lelki lényt, és megértse, megismerje
az eredeti kapcsolatát Istennel. A védikus hagyományok szerint a szeretet az eredetileg a léleknek a saját tulajdonsága, ugye egy örök léttel, teljes tudással és boldogsággal rendelkezik, és eredeti természete az, hogy ő szereti elsősorban Istent, és ami ebben a világban megnyilvánul, szeretet az élőlények emberek felé, az tulajdonképpen nem más, mint ennek az eredeti ős szeretetnek, Isten iránti szeretetnek a kivetülése. Ki kell fejleszteni, fel kell ébreszteni a szeretetet a szívünkbe, és ennek az egyik fontos tulajdonképpen módszere az, hogy az ember megpróbálja az életét megtisztítani az anyagi világhoz való erős kötődéstől, a negatív tulajdonságoktól, az egoizmustól, az erőszakosságtól, a más élőlények felé kimutatott hidegségtől, sorolhatnám tovább, amire tulajdonképpen különböző módszerek vannak, különböző erkölcsi alapelvek, meg mindezt a célt szolgálják, hogy valahogy egyre tisztább és tisztább tudatúvá, tisztább és tisztább érzelmű egyénné váljunk. Ha az ember négy fontos alapelvet követ, akkor ez a szeretet fel fog ébredni a szívében. Az egyik a tisztaság, és itt elsősorban a belső tisztaságra gondolok, ami tulajdonképpen ilyen összetevőket tartalmaz elsődlegesen, mint például Isten szolgálata, ami a belső tisztaságot fejleszti, aztán a szentírások, illetve az önvalónak, önmagunknak a tanulmányozása például, vagy például az érzéki élvezetnek a szabályozása, kontrollálása, vagy például a korlátlan szexualitásnak a szabályozása, ez mind ezt a belső tisztaságot fejleszti ki. Aztán a kegyesség, ami azt jelenti, hogy se fizikailag, se lelkileg ne kövessünk el erőszakot. A harmadik ilyen erkölcsi alapelv az a lemondás, ami egyfajta önként vállalt nehézség elfogadását jelenti, abból a célból, hogy az ember megtapasztalja, mit jelent az egyszerű élet és a magas szintű gondolkodás, és az utolsó az az igazmondás és az igazságosság, ami eléggé eltűnőben van a mai világban. Ez egy nagyon fontos alapelve az emberi életnek, és a nagyon fontos feltétele a szeretetre való képességnek. A Tóra-nak az egyik alapvető funkciója, hogy az embereknek a kapcsolatát kiemelni, amellett, hogy egy törvénykönyv külön figyelmet fordít arra, hogy az emberek közötti kapcsolatot, bánásmódot kiemelje, és ennek az egyik alapvető segédeszköze a szeretetnek a megnyilvánulása. Ha egymás irányába próbálunk úgy viszonyulni, hogy a szeretet szemüvegével pillantunk egymásra, akkor már egy más világ alakul ki, és talán akkor ezáltal a zsidóságnak az egyik fontos úgynevezett tikkun olam, a világ megjavítására tudunk egy lépést tenni mindannyian. A szeretetnek a definíció nagyon nehéz megmondani, nincs is szerintem egy kimondottan erre. Azt gondolom, hogy ez a szeretet, ami nagyon-nagyon szertágazó, és mindenféle kis olyan dolgok vannak benne, ami az egységet mutatja, és hát ez ugyanolyan, mint hogy az örökkévalónak felvértezzük például azzal a tulajdonsággal, hogy a szerethető az örökkévaló, pedig mi a vallásunk szerint ugye az örökkévalónak ő nem egy személy, hanem ő mindenhol ott van, egy megfoghatatlan, és éppen ezért őt elvileg úgy, mint egy embert nem szerethetjük, ez egy másfajta szeretet, de mégis ez a szeretet, ez ami tanítható és tanulható is. Tanítható és tanulható is, de mindenképpen mindenkiben benne van, mert hogy mindannyian az örökkévaló képmására lettünk teremtve, és hát ő benne van az a teljes jóság és a teljes szeretet, amire mi is próbálunk az egész életünkbe törekedni. A tanulás az mindig, hogy egy példaértékű embert, egy példaértékű családban levő embert kell kiválasztani, és azt kell követni, és mi is úgy kell éljünk, hogy mi egy példaértékű emberek lehessünk mások szemébe, hogy úgy éljünk és úgy viszonyuljunk az emberekhez, hogy ezt mások is megtanulhassák tőlünk, illetve mi is másokra úgy tekintsünk, hogy ezt tanulhassuk másoktól. Na
nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak értékes gondolatok, vannak olyan emberek, akik fontos elveket képviselnek, de nem tudnak egymás nyelvén megszólalni, nem tudnak párbeszédet létrehozni. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy olyan lehetőségeket biztosítsunk, ahol különféle gondolkodású emberek olyan helyzetben vannak kényszerítve, idézőjelve, ahol kénytelenek egymás nyelvén, a zsidó, a keresztény teológus nyelvén, a hindu, az adott esetben a muszlim gondolkodó nyelvén megfogalmazni olyan általános emberi igazságokat, amelyek tulajdonképpen mindenki számára érdekesek lehetnek. A szeretet kérdés körét nagyon alaposan megvitattuk, hogyan vonható be Isten az emberi kapcsolatokba, hogyan tehető ez gazdagabbá, és hogy hogyan gyakorolható ez a fajta gondolkodásmód annak az érdekében, hogy a gyermekeink, illetve a következő nemzedék is hasonló szellemben élhessen. A világfelfogásukban én úgy gondolom, hogy inkább felületi eltérések vannak a praktikus megnyilatkozásában, hogy milyen törvényeket követnek, illetve milyen szentírásokra támaszkodnak. Ami nagyon érdekes volt, az az egyezőség, hogy hasonlóképpen gondolkodnak a szeretet fogalmáról, hasonlóképpen gondolkodnak Isten szerepéről az emberi kapcsolatokban, és éppen ezért valahogy az a benyomás csapódott le bennem, minthogyha egy transzcendencia lenne, egy Isten lenne, akit adott kultúrákban Jahvénak, Teremtőnek, más kultúrákban Krisnának vagy Allahnak hívnak, és ez az egyetlen transzcendencia a kultúrköröknek, a társadalmi térnek és időnek megfelelően más-más módon mondja el ugyanazt a lényeget. És az ugyanaz az a lényeg, ami minden kultúrában ugyanaz, az azt gondolom, hogy a szeretet az mindenek előbb való, és a szeretet az csak akkor valósulhat meg, hogyha az ember megtanul lemondani a saját önös érdekeiről, és egy nagyobb perspektívába, egy nagyobb összefüggés részeként értelmezi önmagát.